Hello, hölgyeim és uraim! Korai még Invisible Incorporation, a Clay Entertainment jóvoltából, ami nemrég most augusztus 19-én került ki Steamre, most már hivatalosan is korai hozzáféréssel. Ha valakinek nem lenne ismerős, a Clay Entertainment készítette például a Don't Starve-ot is, illetve még számos nagyszerű játékban is benne van a kezük, de ez most a legújabb készülő projektjük, amik már idestova egy éve fejlesztenek és újra gondoltak is időközben. Eredetileg Incognita néven akarták piacra adni, de aztán úgy gondolták, hogy megváltoztatják ezt a nevet, mert nem nagyon mond semmit senkinek, és inkább ezt az Incognita nevet a játékban található számítógépes rendszernek adták, ami szerintem így egy jó ötlet volt szerintem, mert megmarad az eredeti névkoncepció legalább. Na, mi ez a játék? Ez egy körökre osztott taktikai kémjáték. Olyan, mint a Commandos, hogyha a régieknek kellene mondanom egy példát, tehát körökre van osztva az egész, és csak ilyen titkos ügynök Mission Impossible kém környezetben. És hát jellemzően a Clay Entertainmentnek a sajátos grafikai megvalósításával. Egyébként van egy-két videó még a csatornán, így az Invisible, vagy nem is elnézést, Incognitáról. Szerintem belinkellem őket így a videó leírásába, és akkor megnézhetitek, hogy korábban hogy nézett ki a játék. Tehát egy ilyen fél évre visszamenőleg. Úgyhogy elég sokat változott, azt kell, hogy mondjam, és egy nagyon jó pofa kis taktikai, körökre osztott taktikai játékot kapunk majd a kezünkbe, hogyha készen van. Na, amint látjátok, 5 nap múlva egy újabb update esedékes, tehát valószínűleg 2-3 hetente kapjuk majd így a nagyobb frissítéseket a játékhoz. Nem tudom egyelőre, hogy mikor akarják piacra dobni, de már azért egy ideje dolgoznak rajta. Na, nekem van itt egy megkezdett játékom, de szerintem kezdek nektek egy újabbat. Igazániból nem vesztettünk semmit azzal, hogy nem mutatom meg, mert ennek a játéknak a lényege az, hogy van egy történeti mód, ahol random generálja nekünk a pályákat gyakorlatilag a végtelenségig, és egy ilyen történet, egy küldetés sorozat az a játékban 72 órát ölel fel, ami a valóságban szerintem max. 1-1,5 óra, tehát amíg teljesítünk 4-5 küldetést, és az alatt ugye minél több felszerelés, tapasztalati pontot szerzünk az ügynökeinknek, akiket utána fejleszthetünk tovább. Közben bővíthetjük is majd a csapatot új ügynökökkel, akiknek újabb, speciális, különleges képességeik lesznek, és akkor egy ilyen ügynökség fejlesztés zajlik a háttérben így a metajátékban. Tehát így kell elképzelni, és közben minden pályát véletlenszerűen generál majd nekünk a játék. Tehát sose lesz két ugyanolyan küldetésünk, ez a lényege, ami szerintem tök jó. Na, itt két karakterem van jelenleg elérhető, a többieket még nem sikerült állokkolni. És akkor itt láthatóak a képességeik, hát itt most mindenkinek majdnem minden alapfokon van. És itt vannak az Incognita programok, tehát ez a számítógépes rendszere az ügynökségnek, amivel hackkelhetjük majd így a helyszínen lévő adatbázisokat, kamerákat, széfeket és egyéb berendezési tárgyakat. Itt látható a különleges képessége az adott ügynöknek, illetve hogy milyen felszerelésekkel rendelkezik, és akkor ezeket így megnézhetjük. Hát itt most nincs nagyobb, mint beállítani, úgyhogy el is kezdem. Jó. Itt írja, hogy 72 óránk van a küldetés teljesítésére, és akkor itt számolja az időt, és hát az a 72 óra azért gyorsan el fog telni, mert utazgatni kell, és itt vannak a különböző célpontok. Itt írja, hogy a travel time az 10 óra, tehát akkor már rögtön 10 órát vettünk abból a 72-ből. Van 500 pénzünk, és közben itt ez a ősz hölgyemény tart nekünk eligazítást. Hát némi James Bond áthallást érzek a dologban, ugye Mary Penny, vagy hogy hívták azt a titkárnőjét, aki utána a főnöke is lett később. Na, mert irány Brazília! Jó, itt van egy nagyon őrzött épület, és el kell lopni egy-két berendezést, vagy hát ilyen fegyverzetet onnan. Na. Oké.
Hát itt minden küldetés előtt kapunk egy ilyen kis eligazítást, tehát lényeg az, hogy minél komolyabbnak tűnjön az egész. Jó, mindjárt betöltünk, és itt a játék. Na, hát akkor itt már látható, hogy vizuálisan is sokat tuningoltak a dolgom. Tényleg azt javaslom, hogy nézzétek majd meg ezután, vagy itt állítsátok meg, és a leírásba betettem az első kettő, ha jól tudom, kettő videót készítettem, de majd megnézem részt, és akkor összetudjátok hasonlítani a játékot. Hát elég szépen változott, azt kell, hogy mondjam. Tényleg animálva lettek a karakterek, meg ugye a berendezés is szebb. Na, de meg az egész interfész. Na, hát akkor a lényeg, akkor gyorsan elmondom, hogy mi merre. Tehát itt az ügynökeink feje fölött látjuk, hogy hány darab akciópontjuk van, és ezeket használják el minden egyes cellában történő mozgással. Vannak ügynökök, akiknek több akciópontjuk van kezdéskor, vannak, akiknek kevesebb, és minden mozdulat lényegében akciópontot használ el, egy-két kivételtől eltekintve. Például itt a kulcsukon történő bekémleléskor nem használ el akciópontot, úgyhogy ki is nyitom az ajtót. Jó, és akkor itt szépen, hoppá! Hát ott nem jó. Itt egyből megtaláltuk a liftet egyébként. Tehát minden pályának a lényege az, hogy minél több adatot zsákmányoljunk ettől a cégtől, és utána meglógjunk a lift segítségével, és értelemszerűen minden ügynökünket jó, ha a liftbe kimenekítjük, mert akkor utána elvesztjük őket esetleg. Jó. Na, itt akkor én most így leállítom az ügynököt. Na, itt látható a bal alsó sarokban, itt is van egy ilyen kis taktikai nézet, hogy írja, hogy minden ügynökünknek hány taktikai vagy akciópontja van még. És akkor itt is tudjuk őket követni. Na hát, vele nem nagyon szeretnék most így menni. És ez itt az inkognita, amit a space lenyomásával is előhozhatunk. Ez lényegében a számítógépes rendszerünk, amivel hackkelhetjük az itt lévő terminálokat. Igen, és akkor itt látjátok, itt volt egy ilyen lézerkerítés, vagy mi. Ezt én így kikapcsoltam. Toggle on, off. És most kikapcsoltam a lézerkerítést. Úgyhogy ez az inkognita nézet, és ezt a két nézetet kell váltogatni a játékban. Itt pedig az ügynökünknek az inventória, hogy milyen felszerelései vannak. Itt ezeket lehet majd bővíteni, illetve a pályán is találunk majd felszereléseket, illetve a küldetések alatt és között is tudunk vásárolni majd extra kiegészítőket. Itt pedig az egyéb skilljei vannak szerencsétlennek, például ezzel a wireless emitterrel szkennelhetem a környezetét, hogy van-e ott valamilyen tech kütyű. És akkor látjátok, ott egyben kiszúrta ezt a széfet, úgyhogy ezt én le is zárom. Na, a jobb felső, vagy a bal felső sarokban pedig látjátok, itt van ez a hát ez az elemtöltés, a pénzünk, illetve milyen programok vannak installálva az inkognitába. És hát jelenleg egyelőre a tűzfalaknak a feltörési képessége van, illetve van egy visszatöltési program, ami körönként plusz egy ilyen elemet generál, és hát minden egyes ilyen feltörés, illetve majd gondolom lesznek később egyéb extra képességei is a rendszernek, használja az elem töltöttségi szintjét, és akkor ezzel is gazdálkodnunk kell, hogy tudjunk előre haladni. A jobb felső sarokban pedig látható, hogy éppen időben hogy állunk, illetve az intézmény, amit megpróbálunk éppen betámadni, az mennyire van védve. Közben itt lehet nézetet is váltani, az E gombbal vagy a Q-val. És itt ez a biztonsági szint. Ez minden körünk végén egyel növekszik, de hogyha például a kamerák lekapnak minket, akkor azonnal növekszik egyet vagy kettő szintet. Illetve hogyha az őröket is megöljük csak úgy simán, akkor is növekszik, mert van egy ilyen szívverés monitor rájuk kötve, és akkor azt is detektálja a rendszer. Tehát röviden és tömören időre megy a játék, és ez az idő. Tehát minél jobban feltöltődik, tehát itt 1, 2, 3, 4, 5 kör alatt
a hatodik körben már elér egy az első biztonsági szintet, ami azt jelenti, hogy bekapcsol több kamerát az épület biztonsági rendszere. Utána a második szinten még több ilyen extra óvintézkedést tesz. A harmadik szinten már jön egy SWAT osztag, aki megpróbál levadászni minket. A negyedik szinten meg már Isten tudja, hogy mit követel ellenünk az épület, de tényleg így az ember folyamatosan motiválva van, hogy mozogjon és cselekedjen, még mielőtt a helyzet teljesen el nem lehetetlenedik. Úgyhogy ez lenne, akkor véget is vettek szépen az első körömnek. És akkor látjátok, most léptek. Ó, na igen, most kaptunk egy plusz elemtöltést. Na, az ügynökkel megpróbálok mögé somfordálni ennek az őrnek. Hát valami jó nézetbe, de nincs jó nézet, jó? Hoppá. Ott megláttak minket. Hát én őt kiütöm. Jó, őt erre fog menni valószínűleg, de hopp, ott egy kamera. Ezt a kamerát meghekkelem, és akkor itt látom azt innentől fogva, amit az a kamera is lát. De lehet, hogy ez az őr itt most kiszúrt engem. Na mindegy, átkutatom, hogy mi van az inventoriában. Na, 90 kredit, az nekem tök jó lesz. Közben a másik ügynököcskémmel ide megyek az ajtóhoz, és ide is bekémlelek. Na, és a játék Dióhéjban egy ilyen taktikai lopakodós játék. És szerintem így tekintetbe véve, hogy random generál minden pályát a rendszer, tényleg hozza azt az elvárást, hogy megunhatatlan lesz. Tehát mindig valami újat beraknak, és még iszonyatosan az elején járnak a dolognak, tehát még a fene se tudja, hogy itt hány dolgot fognak belepakolni a végére. Na, én ide megyek az ajtó mellé, bekémlelek, hát itt sehol senki, viszont itt már valaki jön. Itt már valaki jön, úgyhogy van egy ilyen képességünk is, hogy nincs ilyen képességünk. Ja, mert most használtuk arra, hogy kivonjuk az ügynököt a forgalomból. Jó, akkor ide visszamegyek. Hoppá! Jó, és ezt akkor így visszakapcsolom. Kicsit megtréfáltam ott azt az ügynököt, vagy azt a biztonsági őrt. De közben itt benézek, hogy van-e itt valami. Jó, itt semmi nincsen. Az égett a világon, úgyhogy ide visszamegyek. És hát becsukom az ajtót, hogy ne vegyék észre, hogy itt vagyok, ha majd... Ez az őr, akit itt kivontam a forgalomban, egyébként egy kör múlva magához tér, és olyankor nem tanácsos az orra elé kerülni. Mert akkor itt bajok lesznek. Na, véget vetek a körömnek. És közben látjátok, így az őr ide masírozott. Úgyhogy szerintem őt is le fogom tudni ütni. Reméljük. Aha. Be tudok nézni itt a sarkon? Nem. De viszont mögé tudok lopakodni. Hoppá! Hát, itt bajok lesznek. És azt kell, hogy mondjam, a játék az nehéz. Tehát nem bánik kesztyűs kézzel a játékossal, ugyanakkor, hogyha valaki jól osztja be a köreit és jól taktikázik, akkor elég sokáig eljuthat bele, és tényleg egy élvezetes kis játékot kap a kezébe. Hát én ezt itt most nagyon elrontottam, és sajnos nem lehet visszavenni, hogy visszacsináljuk ezt a mozdulatsort, tehát erre kellett volna tovább haladnom, de érzitek, hogy így hogy működik a játék. Közben itt van egy másik számítógépes terminál, szóval ebből lehet még így töltöttségi pontokat szerezni, illetve ezekbe a széfekbe pedig az elrabolni kívánt holmik. Na és itt látjátok, tehát így folyamatosan hackeljük a rendszert, akkor ezzel is kvázi nagyobb lefedettséget kapunk így az adott pályáról. És ez a lényeg, hogy lássuk mi az ellenfeleinket, ők ne lássanak minket, és mintha ott se lettünk volna. Hát én most mondjuk ezt itt jelen esetben eléggé csúnyán bebuktam, de talán még ezzel az ügynökkel itt elmenekülhetek. Aha, itt hagytam az ügynököt, és igen, szegény Deckard az...
ütközetben elveszett. Na, és a küldetések után attól függően, hogy mennyi pénzt zsákoltunk, van lehetőségünk fejleszteni az ügynökeinket pénzért, és akkor itt látjátok, az álcát fejleszthetem, és akkor kapok plusz mozgáspontokat, a hekkelést, és akkor többfajta hekkelési lehetőséget biztosít, az inventory méretét növelhetem, illetve ez az anarchia, ez pedig hát így ilyen közelharci, illetve ilyen lopási, hát ennél a karakternél lopási képességeket tesz elérhetővé. Hát szerintem a stealth az az elsődleges dolog, amit érdemes fejleszteni. Jó, és akkor új küldetést vállalhatunk, tehát mondom, egy ügynök hiány vagyok, úgyhogy ez így eléggé bukta, innentől fogva. De hát megpróbáljuk. Jó van. Hát így most egyedül már lehet, hogy egy picit izgalmasabb lesz, ráadásul ez egy eléggé jól védett épület. Hát érdemes úgy haladni, hogy így minden sarkon nagyjából így megállni egy picit, és így bekémlelni, hogy mi van a következő ajtó mögött, a következő sarkon. Mert bármi lehet, hopp, ott már van is valaki, valami. Jó, kör vége. Lehetőség van egyébként az ajtó mellett így lesben várni. Ó, mi ez? Démon program. Hack turret. Hidden démon. Na ez mi? Aha. Hát ez nem tudom mi volt. De például ez is egy új dolog, amivel most ismerkedek meg, és a játék tömve van ilyesmikkel. Na hát itt már a Szekusan is Kevlar van. Ahogy nézem, úgyhogy erre nem éri megmenni. Viszont itt ezt az ágyút áttérítettük a mi oldalunkra. Jó, hát erre nem lesz itt semmi. Így erre nem éri meg menni, viszont van egy plusz ügynök a nyakunkban, ami meg nem jó. Közben az épület is egyre veszélyesebb lesz ránk nézve. Próbálok így lopakodni. Több-kevesebb sikerrel. Hát valószínűleg vagy erre kell tovább haladni. Na! Bekapcsoltak az extra kamerák. Nagyszerű. Közben ott jön már a kiborg kommandó a nyomomba. Jó. És akkor látjátok így a látómező is így dinamikusan változik. És akkor itt nincs az, hogy mindent belátunk, és ezért nagyon fontos, hogy minél több helyszínt lássunk egyszerre, hogy lássuk így a biztonsági őröknek a mozgását. Például itt van ez a... Hoppá. Aha, és most egy új őr érkezett, mert kikapcsoltuk ott ezt a tornyot. Jó, azt a kamerát is elhódítom. Ezt meg még nem tudom. Ojaj! Szerintem kinyitom ezt az ajtót. És akkor az őr ott valószínűleg kiszúrta ezt, de akkor ebben az ajtóban történő lesben állással megvárom, amíg szépen oda megy. Hát ez egy körömbe kerül most, de így... Hoppá! Nem is kellett. De mivel lelőtte a torony, ezért most kettő szinttel csökkent. Vagy hát nőtt így a biztonsági szintje, mert meghalt az őr, és akkor itt most ujjjjjjjj. Mi lesz itt? Ajaj, és így most a második szinten már nehezebben hekkelhető minden rendszer. Tehát plusz egy ilyen tűzfalat kapott az összes ilyen cucc. Hát ez így vicces. Na, nem csak hátha ezt is lelövi. Hoppá! Hát ez így még két biztonsági szint. De nem baj, ez a torony itt nagyon sokat segít nekem, ahogy látom, úgyhogy ez így jó lesz. Jó, ez az áramellátást hekkeli, tehát hogyha ezt lekapcsolom, akkor valószínűleg... Oké, itt benézek.
semmi. Erre sincsen semmi. Ó, még egy szép. Ja, már csak a liftet kéne megtalálni. Hát egyedül vagyok ezzel a hacker kis csajjal. Eléggé esélytelennek tűnik innen nézve a helyzetem. Na mindegy, most ezt a széfet kipucolom legalább. Na, 190 pénz. Már nem jöttünk hiába. Na, egy újabb kör. Ujjaj. Extra őrök spónoltak, de nem baj, mert én itt ezt úgy érzem, hogy ezzel az ágyúval a nyakamban biztonságban vagyok, bár most az elem töltöttség elég alacsony. Hoppá! No ammo. Jaj, hogy nem tudok így szórakozni. Oké. Okay. Tehát nincs az, hogy beállunk egy ilyen ágyú mögé, és akkor hadd szóljon. Rambó. Jó, ide elbújok. Jó, erre megy a járőr. Közben azt is megnézhetjük, hogy merre vezet majd tovább az útja. Jó, tovább nő itt a biztonsági szint. Jó, a következő körben ezt a széfet is hackkeljük. Jó, és akkor most már ehhez is hozzáférünk. Ó, kaptunk egy gyógyító felszerelést, ezzel mondjuk fel tudjuk gyógyítani magunkat, ha megsérültünk, vagy pedig ugye a csapattársainkat. Szerintem föl is lehet velük támasztani, de ki tudja. Na, innen például látok ott az ajtóban minden mozgást. Egyelőre eltűnt a bisztiőr. Fene tudja hova. Jó, én itt kommandózok errefele. Ajaj. Jött egy elit rohamosztagos. Jó. Hát itt arrébb kell menni. Jó messze. A rohamosztagostól. Hú, hát ez nem cicózik. Próbáljunk csak erre közlekedni. El kéne érnem a liftet, csak az a baj, ez az egyetlen ajtó, amin keresztül mehetek. De várjunk csak, mi van, ha kapcsolom az áramot? Júj, minden tűzfalat megnövelt ez az új démon. Tehát amin démon van ezek szerint, az valami negatív dolgot fog nekünk csinálni, hogyha hackkeljük. Jó. Becsukom ezt az ajtót, nehogy kiszúrják, hogy itt jövök. Benézek. Hű! Júj. Ja, ezt a kamerát meg már 3 pontért tudnám hackkelni. Hát itt nem jutok keresztül. Van ilyen érzésem. Van itt pár szekus, és ez itt folyamatosan figyel. Ajjaj. Szerintem átmegyek erre az oldalra, és talán még akkor itt tudok valamit alkotni. Jó, megpróbálom ide csalni az egyiket, és akkor azt leütöm. Bocsi! Ennyi, köszi. Hoppá! Micsoda? Ez onnan rám lát, vagy az ott mi? Mi történik ott? Ja. Nem tudom, de az az őr ott valamilyen ráporázott. Hát még nem teljesen értem a játékot ilyen szempontból. Jó. Én pedig megpróbálok ide arrébb menni. Picit. Fedezékbe kéne mennem. Jó, így. Jó, talán onnan nem szúrnak ki. Ez az ágyú viszont szarrá lövi őket. Ez lelőtte az ágyút. Ajjaj. Hát ezek nem cicóznak. Jó, most itt vagyok fedezékben, talán nem vesznek észre. Ez az, gyere felém.
Ujj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 j
Ezekkel csak baj lesz. Hát amit látjátok, itt eléggé kutyaszorítóban vagyok. Hát ez az a pont a játéknál, hogy kb. Kezdhetünk egy újat, mert nem nagyon fogunk tudni már haladni. Illetve csak ilyen darálás lesz. Hoppá. Meg nem tudjuk leütni. Miért nem tudom leütni? Nem engedi. Ja, ez csak hátulról lehet. Ja, ja. Ja, kérem. Hoppá! Közvetlenül tarkólövés. Ajaj. Hát, ennyi volt a misszió, és szereztük némi XP-t. Afelé, hogy egy új ügynököt állokkoljunk. Tehát ilyen szempontból előbb vagy utóbb el fogunk bukni, és akkor új ügynököket állokkolhatunk. Tehát kicsit olyan, mint a Don't Starve, csak körökre osztott stratégiában, kém környezetben. Na, ha összegezni kéne, a játék már játszható állapotban van. És akinek ez alapján megtetszik, nyugodtan kipróbálhatja. Tehát abszolút szerintem jó munkát végeztek a készítők, és jönnek még a több az újabb update-ek, amikre én nagyon kíváncsi leszek, hogy még milyen extra dolgokkal fogják ezt megbolondítani. Én minden esetre várom, és majd jelentkezem nektek így az 5 nap múlva történt update-ekkel, hogy mi változott a játékban, mit adtak hozzá, esetleg mit vettek ki belőle. És akkor ez volt az Invisible Incorporated, és szerintem már egy jó korai hozzáférésű játékot tudhatunk így ez alatt a játéknév alatt, és kíváncsian várom, hogy mi jön ki belőle. Na, akkor ennyi lett volna, köszönöm szépen a figyelmet, további szép napot és jó kémkedést kívánok mindenkinek. Legyetek jók, sziasztok!